Amióta Gyurcsány Ferenc a politikában megjelent, ez folytonos. Az összes többi Kossuth téri beszédben is ezt látjuk. Tehát Kövér László bűnszövetkezetről beszélt, a politikai államtitkár menesztését Navracsics Tibor bűntársának, nem tudom, kiutasításával kommentálta. Tehát folyamatosan kriminalizálják a miniszterelnököt egyrészt. Másrésztről pedig ugye a két ilyen kategória van, az egyik a bűnös, a másik az őrült, akit a társadalom kivet magából, akivel nincs mit beszélnünk. Tehát ilyen értelemben azt mondom tulajdonképpen, hogy ő nincsen. Tehát azzal, hogy bűnösnek nevezem őt.